Sziasztok! Sziasztok! Új sorozatunk keretében a Magyar Királyság történelmi vármegyéit, és azok legszebb vároit mutatjuk be nektek ABC sorrendben. Első részünk mindjárt különleges is, hiszen egyszerre két vármegyéről lesz szó. A Bódva folyó völgyében lévő Tornát és a Hernád völgyében lévő Abaújt Trianon előtt 40 évvel egyesítették. Abaúj-Torna vármegye 3000 négyzetkilométernyi területen nagyobb része jelenleg sajnos Szlovákiához tartozik, noha 1910-ben még 70% volt a magyarok aránya, és mellettük sok német is élt itt. Az Egyesülés előtt Tóna a legkisebb vármegyénk volt. A Tónai Várról kapta a nevét, melynek vadregényes romjáz ma is érdemes felkeresni a Kassára vezető főút mellett. Az egykori vármegye a harmadik magyar király Aba Sámuel nevét őrzi. A király családjának ősi fészke az akkoriban jelentős városnak számító Abaújvár volt, melynek hatalmas földvárra a középkorban bevehetetlen erősségnek számított. Az Abaújvári földvár sáncai ma is jól láthatóak. A 2000 éves vármegyét azért vonták össze 1881-ben, mert az egész térségnek egyértelműen a ma 240 ezer lakosú kassa lett a központja. Mellette a tízezres magyar többségű kisváros, Szepsi a legnagyobb település, ezen kívül sehol nem laknak többen 5000-nél. A vármegyében viharos történelme miatt lépten nyoma váromokra bukkantunk. igazi paradicsom ez a magunk várjáróknak. Mindenki ismeri a mai Magyarország területén lévő boldogkő, füzér és regécvárait, a túloldalon pedig érdemes bejárni a meseszép Szalánci a Tornai és a Jászúi váromokat, és a már említett Abaúi várat. Szádvár is mindenképpen megír egy kirándulást, lásd videónkat róla az Ivetünél. És mit érdemes még megnézni, ha erre jártok? Kassa mindenképpen bakancslistes kell, hogy legyen temérdek látnivalójával, gyönyörű belvárosával, a rodostójházzal és a 700 éves lenyűgöző dommal, melynek altemplomában második Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona is nyugszik kihagyhatatlan természeti látnivalók az okteleki karsz barlangjai, jászói barlang, derenk romfalú az erdő közepén, a szádelői szurdokvölgy vagy a ránkfüredi gerzizír kassa mellett. A vármegye területén található a porcelányairól híres hollóháza, a telkibányai arany és ezüstbányák bemutatóhelyei és vizsó is, ahol az első magyar nyelvű biblia egy eredeti példányát mi is megtekinthetjük. Érdekes ipari műemlékek, még a Gibárti vízi erőmű és az 1356-tól működő Metenzéfi vasámor is. De a borokról sem feledkezhetünk el, ha Tokaj környékén jártok, szaladjatok át a borvidék északi Szlovákiához tartozó, de ma is magyarok lakta felébe is, vagy mellette a Cserehát Dombság szőlőbirtokait is meglátogathatjuk. A kisgéresi csillagpincrendszer világszerte egyedülálló, szóval ajánljuk a jó géresi borászokat is figyelmetekbe a határ túloldalán. Ha Abaúj vármegyéről még többre vagytok kíváncsiak, akkor látogassátok meg forrón az Abaúj múzeumot. Köszönjük a figyelmet, tartsatok velünk a sorozatunk következő részében is, amikor az erdélyi fehér vármegyét mutatjuk be nektek. Előjáróban annyit, hogy ennek története sajnos nem tud a népek közti örök barátságról szólni. Ha tetszett ez a, ez a videó, akkor kérjük, lájkoljátok! Ha pedig szeretnétek értést és kapni a következő résznek és egyéb tartalmainknak a feltöltésekor, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra és nyomjátok be a csengőt. Sziasztok!